Jól döntöttem, innen is ugyanúgy be tudok kerülni a váltotba. Nem voltam feltétlenül boldog, nem feltétlenül azért, mert hogy egy tehetséges játékos elkerült tőlünk, hanem azért, mert nem voltam abban biztos, hogy ő itt fog játszani, de igazolta azt, hogy itt is húzó emberé tud válni, úgyhogy most már kifejezetten örülök annak, hogy a Videótonban játszik. Mondta még 2013. októberében az NSO TV-nek Bencés Miklós, a Puskás Akadémia labdarúgó csapatának vezetőedzője, amikor Kleinhezler László a Videótonhoz igazolt. A Skolz becenévre hallgató középpályásnak ezután több jó meccse is volt a fehérváriaknál, de az előző szezonban egy súlyos sérülés keresztbe húzta a számításait. Volt ugyebár jó mérkőzéseim, 4 gólt sikerült szereznem a fehérvári csapatban. Hát ugyebár utána jött egy sérülésem, egy hasfali műtétem, annak nem nagyon örültem. Próbáltam ugye ugyanúgy edzeni, de sajnos hát ugyebár jó Videótonban sok jó játékos van, nehéz volt visszakerülni, de most kaptam egy jó lehetőséget, hogy itt bizonyítsak, és akkor reményem szerint majd nyáron visszakerülök. A felcsútiak a téli átigazolási időszakban ismét sok kölcsönjátékossal erősítettek. A keret állandó változása miatt azonban nehéz egy stabil csapat felépítése. Bencés Miklós vezetőedző is tisztában van ezzel, de szerinte nem szabad elfelejteni, hogy a Puskás Akadémia elsősorban nevelő egyesület. Próbálunk folyamatosan meríteni lentről, vagy olyan játékosoknak, akik ben mi látjuk az NBA egy lehetőségét, de nem kaptak annyi lehetőséget egyéb klubba, ahol később igazoltak. Mégis azt látjuk, hogy rajtunk tudnak segíteni, vagy az ő fejlődésüket szolgálja az, hogyha a mi egyesületünkben játszanak, akkor természetesen megadjuk nekik a lehetőséget. Vagy amennyiben nem tudnak nálunk tovább erősödni, több okból kifolyólag, vagy azért, mert kinőttek minket, vagy azért, mert ezek a játékosok még nem ütik meg az NBA-es szintet, akkor kiadjuk más csapatoknak őket, és hagyjuk, hogy ott pallérozódjanak tovább. A Paksról szerződtetett Fiola Attila a kivételek közé tartozik. A magyar válogatott védőnek szüksége volt az új kihívásokra, és egyáltalán nem tartja visszalépésnek, hogy az akadémiához igazolt. Mindenképpen váltani szerettem volna, konkrét megkeresésem csak innen volt decemberben. Úgy gondolom, hogy jól döntöttem, innen is ugyanúgy be tudok kerülni a váltotba, hogyha jó teljesítményt nyújtok. A Puskás Akadémia bajnoki címvédő DVSC Teva ellen hazai pályán kezdi a tavaszi szezont.